Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Éppen itt googolgatok már egy ilyen nagyon orrabukott S14-es Szilvia mellett, ami azért van, mert már fölbakoltam az autót, meg alánéztem, hogy nagyjából milyen állapotok uralkodnak az alját illetőleg, de nem olyan vészes, egyébként nem tűnnek összerohadva a dolgok, úgyhogy hát ha egyszerű dolgom lesz. Na, az a lényeg, hogy ugye ez a Dani-féle S15 ezzel a nem olyan gyenge, nagy programon közel 500 lóerős RB25-ös motorral ellátott kis történet. És ez alatt egy Torzen spare diffi van, ami már valószínűleg kicsit ki van az élettől, mert néha eldifferálgat Daninak terhelésen, ami nem túl előnyös, ugye egy főleg driftes módban, meg ugye drift edzéseken használt autónál. Úgyhogy megbeszéltük, hogy annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy hogy viselkedik az autó, hogy változik az autó mozgása, akkor, hogyha fixen zár a hátulja, mondjuk, hogy néz neki egy két utas per diffivel, ugye ezt most szimulálni fogjuk azzal, hogy én aládobok egy hegesztett diffit, mert ugye nekem itt volt még egy tartalék diffim, aminek itt van a lehegesztett magja a kihajtásokkal, ezt most össze fogom neki dobni a gyári házába, és megnézzük, hogy hogy viselkedik az autó, úgyhogy ha zár rendesen mind a két kerék, és hogyha jó, meg minden frankó, akkor a jövő szezonra pedig Dani beruház egy két utasra, egy rendes, komoly sperdifire, addig meg hókocsinak jó lesz a hegóval. Nem viccet félretéve, most mondom, kíváncsiak vagyunk rá, hogy mégis miben változik az autó mozgása. Úgyhogy most ezzel kezdünk egyelőre, hogy lekapom a diffit, mert azt még nem szedtem le, mert lusta voltam, nem volt időm. Úgyhogy most lekapom a diffit a helyéről, szétaprítjuk, aztán kettő, pontosabban hát, hogy ott vannak még a alkatrészek, 2,5 diffiből fogunk egyet csinálni. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Most, hogy ki is ugrott szinte magától a helyéről ez a kis differenciálmű, így elkezdem szétszedni, ugye azzal fog kezdődni a történet, hogy lekapom a hátlapot, belenézek, hogy milyen állapotban vagyunk, milyen szép olaj jön ki belőle, meg ilyesmi, utána ki kell majd ütnöm a két kihajtást, mindkét oldalit, ugye ez zégerrel van ment a diffi belsejébe, úgyhogy majd kalapáccsal szépen ki kell őket ütögetnem. Utána ki kell venni a leszorítókat, a diffi csapágy leszorítókat, és utána kiugrik a belső mag. De azzal kezdek, mint mondtam, hogy leszedem a hátlapot a helyéről. Nem túl szép ez az olaj, ami benne van. Maradjunk annyiban. Kifolyatom az olajat belőle. Szóval kifolyatom belőle az olajat, közben kiütögetem a kihajtásokat mindkét oldalon. Aztán kikapjuk a belét. Van a mi kis S15-ös lamellás magunk, ugye, ami darabokra van szedve. Most ezt gyorsan megmutatom, hogy kell összerakni, mert hogy minden passzoljon ahhoz a házhoz, ugye átcseréltem a napkereket, annak a csapágy gyűrűit tettem fel, a jobb csapágyakkal raktam össze azt a diffi magot, stb. Úgyhogy ez most darabokra van szedve, és ez most úgy néz ki, hogy vissza kell jönnie ide a helyére, ezt így megmutatom nektek, ugye ez ide felcsusszon, így a helyére. Ugye ezt még csavarhúzóval itt központosítom, hogy mindenhol ott legyen a csavarhely, ahol kell lennie, bizony így. És ezekre a kis leszorító csavarokra
Ugye amikor rakom össze élesbe a diffit, akkor rakok minden esetben menetrögzítőt. Ezekre most még azért nem fogok, mert nagy valószínűséggel ez a diffi még szét lesz szedve, mielőtt kocsiba bekerül. Úgyhogy most csak fölhúzatom szépen magát a kereket, így mutatom, hogy lássátok. Ugye erre normál. Normál esetben menetrögzítőt rakok az összes csavarra, amit itt meg is mutatok, hogy hány darab, látjátok, ilyen sok csavar fogja körbe. Ezekre normál esetben mindegyikre menetrögzítő menne, és úgy lenne lehúzva, de most ebben az esetben, mint mondtam, melyik szét lesz valószínű szedve, úgyhogy nem menetrögzítőzöm be, csak azért összerakom, hogy lássátok, hogy körülbelül hogy néz ki. Ugye ezeket azért lehúzogatom. Na, ez most fönt van rajta, és itt van a diffi ház. Ugye ebbe úgy szoktam kezdeni, hogy vannak a kis hézagoló alátétek, ezek a diffi hézagolók, ezeket beszoktam tenni, most ezt is igazából nem fogom teljesen precízen behézagolni, csak nagyjából berakom a helyére őket, nem is az biztos, hogy ezek a méretű hézagoló gyűrűk fognak hozzá kelleni. Nekem van ott egy pár a polcon, majd ha össze kell rakni, akkor kimérem őket, most csak így provizóra összerakom. És ezek a kis gyűrűk mennek rá a csapágyakra, ugye ezek ilyen kis kúpos fogadó gyűrűk, ebbe forog lényegében a csapágy. Úgy szoktam csinálni, hogy ezt így felhelyezem a csapágyak végére, ugye így fönntartom nagyjából a helyére, amennyire lehet, és így szoktam belehelyezni a diffi magot a közepére. Nyilván amikor szépen be van hézagolva, akkor jobban feszül, és emiatt nehezebben csúszik bele, nem esik így bele, mint ahogy én most beleejtettem. Ezeket a kis csapágyakat ezzel a két leszorító csappal szorítjuk le. Itt mutatom, meg van jelölve sárgával az egyiknek a... Ez gyárilag így meg van jelölve. Ez azt szolgálja, hogy ugyanoda kerüljön vissza a jelölés a házon belül is, mint ahol a csapon van, és így nincs összekeverve, hogy jobb oldali kerül bal oldalra, vagy fordítva. Úgyhogy megnézem, ha jól emlékszem, itt volt. Igen, itt volt a jelölése ennek a csapnak. Ezt visszarakom így a helyére, átellenben a másikat nyilván ugyanúgy a másik oldalra, behelyeztem a csapokat, leszorító kis elég bika csavarok szorítják le ezeket a csapokat, belőjük szépen, hogy lyukon legyen, igen, ezt is, és igazából ezt is ugye 17-es fejű, úgyhogy így föl szoktam kapatni, ezt is, és hogy nagyjából már helyre rázódott, lehúzom. És meg is van. Ugye így ezt úgy tudom nagyjából szemléltetni, hogy ahogy tekerem ugye a kihajtást, forog a kerék. Hallom is a hangján egyébként, hogy ez így nem lenne jó hézagolás, de ez úgyse így fog bekerülni kocsi alá. Na, ami még lényeges, hogy a kihajtások visszamenjenek a diffibe. Most, hogy látjátok, tök más a hosszúságú, ugye meg szoktam jelölni, itt is ide van írva, ez a jobb oldali. Nyilván lehet mondani egyértelműnek, hogy a rövid megy, mint a féltengelyeknél, a rövid megy a váltó oldalra, a hosszú meg a motor oldalra, de azért biztos, hogy tuti meg szoktam őket jelölgetni. És akkor úgy rakom vissza a helyére, hogy tudom, hogy melyik oldal melyik, ugye ez csak figyelve arra, hogy a ricni elkapja a menetet, fogom bekapatom, és utána a kalapáccsal szépen visszaütöm a helyére, ugyanígy a másik oldalt is.
és bent is van a helyén. Ezután az jönne, mint ahogy a másiknál is történt. Az előbb, hogy bepasztázom szépen, fölkerül. Hát lap, ezt nyilván nem pasztázom le, mert még ugye szét lesz szedve. Visszacsavarozom a hátlapnak a reszorítóit, ugye ez egy S13-as hátlap. Ugye ez az én versenyautómnak a tartalékdifia, hát meglátjuk, azért ugye van itt polcon, hát most lehet, hogyha mondjuk valamelyik versenyen vagy edzésen lefordul az én S13-asom alól a diffi, akkor fogjuk, szétkapjuk, behézagoljuk, szépen összerakjuk frankon, kettőből egyet, ugyanúgy, és már mehet is a pályán. Ez azért van itt, úgyhogy ezt csak így szépen érintőre. És kész is van igazából. Kicsit eltúlozva, mert ez tényleg túlzás, hogy ennyi összerakni egy diffit, mert ugye nem hézagoltam be, meg ilyesmi, de mondjuk azt, hogy hát ennyi összerakni egy diffit. Nyilván már úton van, pontosabban én lennék úton, hogy elmenjek a satupadomért, a munkaasztalomért, hogy tudjak normálisan dolgozni, már csak annyi munkám van, hogy nincs időm elmenni érte, de nyilván, hogyha majd lesz a normális munkaasztalom, ott még könnyebb lesz dolgozni, mint hogy itt a földön Google-ba rakjam össze. De hát most értitek, a versenyen is, hogyha lehullik, ott se lesz satupad meg munkaasztal, hogy kicseréljem ott a diffit. Úgyhogy nem is baj, hogy edzésben maradok. Úgyhogy igazából ennyi. Most az még megszárad, hogy egy kicsit kötni a pasztát, megy vissza a kocsi alá, aztán lehet füstölni mind a két hátsó kereket most már. Na, most, hogy összeraktam Dani kocsiját, igazából így kinézve az ajtón keresztül nem éppen a legideálisabb időjárási feltételek adottak egy tisztességes próbakörhöz, főleg úgy, hogy nagy programon van a kocsi, majdnem 500 ló, azt hiszem így, vagy valami ilyesmi. Most már ugye hegesztett diffink van fönt, még nincs beállítva a futómű teljesen, mert holnap van időpontom futamállításra, de hát muszáj megnézni, hogy jó-e a diffi, vagy kellene még vele valamit mókolni, vagy ilyesmi, mert vagy a futóművel, mert sokkal kellemetlenebb az, hogyha mondjuk be van állítva a futómű, mert ugye van már időpontom, és akkor utána megint lehet szétszedni a futóművet, vagy le kell mondanom, meg ilyesmi, úgyhogy inkább most megnézzük, hogy minden frankó-e, remélhetőleg mindenféle bajtól mentes lesz a próbakör. Úgyhogy behergelem a sárkányt, aztán gurulunk egyet. El is indulunk akkor, itt átverekedjük magunkat a hát már az elindulás is nehéz, mivel kis kerekek vannak hátul, így nem a legjobb a tapadás, de ezek szerint jól sikerült a diffi, hogyha ez így akar menni keresztbe. Hát megnézzük, ugye még kicsit ferde a kormány, mert ugye futóműbeállítás még szükségeltetik az autónak. Hát megnézzük, gurulunk vele egy kis kört. Aztán ennyi. Világítást kapcsoltunk. Szép időnk van egyébként, most a hónak kéne esnie. Előrejelzés szerint azt írta, hogy most hó fog esni, de hát ez rohadtul eső, nem pedig hó. Ho-ho-ho-ho. Kicsit még ez a ferde kormány, hogyha ez most így elengedném, akkor kicsit megyünk balra. De hát nem engedem el, ez a titka. Egyébként, ami pozitívum, és ugye ilyenkor szoktam figyelni, nem búg a diffi, nem darál a diffi, nem akar kiesni alólunk.
Kicsit leengedem, mert kezdünk párásodni. Meleget ezt küldjed, bátyám! Sok tapadás van esőbe. Jó, hát valóban nem a legjobb időjárás ehhez a művelethez. Itt nem látok.